Én nem is tudom már, hogy mit gondoljak, meg még kicsit túl sok ez az egész. Elég zűrös. Nézd, azt, amit mi csináltunk, össze sem lehet hasonlítani azzal, amit ők csinálnak, és szerintem erkölcsi kötelességünk az, hogy közbelépjünk, és megakadályozzuk, hogy ez a nő tönkre tegye Tony életét. Igen, ebben egyetértünk. Valamit tennünk kell. Szó volt egy San Franciscó-i útról. Igen? Ne menj oda. Ki utazzon el helyettem? Az egyik emberem elmegy. Frank, miért segítesz nekem? Mert megkértél. És mert a barátom vagy. Biztos, hogy csak ezért? Szerinted mi másért segítenék? Egy-két okot még talán mondhatnék. Engem nem zavar, Rachel. Amúgy sem szeretek feljönni ide a többiekhez, tudod? Tudom, apa, de... Akkor se tetszik, ahogy kezelnek. Néha úgy érzem, hogy egy alacsonyabb rendű csodabogárnak tartanak. Nem foglalkozom vele. Az a fontos, hogy te boldog légy. Lehet, hogy jobb lenne, ha visszamennétek San Franciscóba, nem? Nem tudom, mit szól hozzá, Márni, de én visszamegyek, ha te ezt akarod. Nem, én nem akarom, de... Édes Istenem, én nagyon aggódom Márniért. Szia. Szia. Itt a gyógyszered. Gyere. Akkor én megyek is. Maradjon, Peter. Miattan nem kell mennie. A szomszéd szobában alszom. Nem. Én inkább megyek. Jó ét, szívem. Jó ét. Szép álmokat. Kösz. És ébredj mosolyogva. Jó? Jó ét, Tony. Jó ét. Mindkettőt bevegyem? Igen, mindkettőt be kell venned. Tudod, Tony, azt mondtam, nem akarok terhes lenni. De majd szeretnék gyerekeket. Akkor miért mondtad? Azért, mert szerintem nem vagyunk abban a helyzetben, hogy gyereket vállaljunk, nem? Ezt hogy érted? Nem vagyunk rá elég érettek? Szellemileg vagy érzelmileg? Hogy gondolod? Először is te nem bízol meg bennem. Így van. Nem bízom. Tudom, hogy megint nem stimmel valami. Tudom, hogy eltitkolsz valamit előlem. Elég komoly dolognak kell lennie. Talán köze van ahhoz a bizonyos David Lásmanhoz. Nem, Tony, én már megmondtam. Rachel, én bíztam benned. Én hittem neked. És most jön ez. De hadd mondjak valamit. Ha megtudom az igazat, és rájövök arra, hogy hazudtál nekem, még egy esélyt nem adok neked. Jól van. Ki akarsz hajítani innen? Akkor mire vársz? Tedd csak meg! Hogy van a lányod? Jól, nincs komoly baja. Meglátogatjuk Annie-t? Máskor, fáradt vagyok. Ne csináld, Peter. Holnap elmegyek, megígérem. Jól van. Martin, nem tennél meg egy szívességet? Mit akarsz? Inkább hagyjuk, meggondoltam magam. Azért köszönöm.
Nincs mi. Szervusz. Jó ést. Csak megnézek valamit. Mit keresel, Tony? Semmit. Jó éjszakát. James. Igen, uram? A kulcs nincs a fiókban. Furcsa, én magam tettem oda. Nem találom. Mikor tette oda? Ma reggel, takarítás után. Hívja a szobalányt. Talán ő tette el máshová. Már is. Elveszített egy kulcsot. Igen, egy szállodai szoba kulcsát. Á, egy műanyag lapocskán lóg a kulcs, ugye? Igen, azon. Hol van? Mintha láttam volna Peternél. Bocsánat, úgy értem, talán az van Mr. Svenssonnál. Mikor látta? Pár perccel ezelőtt a szobájában. Megmutatta nekem. Miért mutatta meg magának azt a kulcsot? Előhúzta a zsebéből, nem tudom. Olyan volt, mint egy hotel szoba kulcsa. Nem. Lehet, hogy én láttam rosszul? Hívott, uram? Igen, Tere. Nem talált egy kulcsot a szobámban, amikor takarított? De, a földön volt. Az éjjeli szekrényre tettem. Hát ez furcsa. Én nem láttam a kulcsot. Hol találta meg? A felesége ágya mellett feküdt. Majdnem az ágy alatt. De hát mi történt? Valaki elvitte azt a kulcsot. Csináld, Andrew. Kibírhatatlan vagy. Ugyan? Máni, te mit gondolsz? Szerinted mellé beszélek? Nem, Andrew, nem hiszem. Csak azért mondod, hogy ne bántsd meg Andrewt. Na látod, Tony? Gyere csak ide. Gyere! Ezt hallgass meg. Azt mondják, szoknyapecérek vagyunk. Mit mondjak erre? Így is van. Ha 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 ha